Vendégségben című műsorunk mai adásában a Szekszárd újvárosi római katolikus társaskörnél járunk, akik immár második alkalommal elevenítették fel az aratás hagyományát. A tagok ilyenkor népviseletet öltenek és kivonulnak a szántóföldre, beállnak a párok és kezdetét veszi az aratás. A társaskör korára való tekintettel, korösszetétele volt tekintettel, nagyon sokan részt vettek effektíve régi időszakban ezekben a munkálatokban, és a tavalyi évben vetődött fel ez a dolog, hogy egy hagyományteremtő jelleggel egy ilyen aratási napot kellene rendezni. 2007-es évben volt az első, és hát nem sikerült rosszul, és ebből adódóan, vagy ettől felbuzdulva 2008-as évben is megrendeztük. Hány pár volt tavaly, és nőtte a párok számú idénre? Hát nőtt a párok száma, népszerűbb lett az idei évben, mint tavaly volt. Hát tavaly az első általában eléggé nehéz, de sikerült úgy megoldanunk kisebb zökkenőkkel a problémákat, hogy eléggé egy látványos és színvonalas program kerekedett ki. Mint említettem, az idei évben ezeket a dolgokat kiküszöbölve még jobb programot akarunk összehozni. A párok száma nőtt, tavaly 12 kaszás volt, az idei évben 18. Tavaly már ugye volt egy próbálkozásunk, és a tavalyiból tanulva elég sokat korrigáltunk, vagyis hát amit kellett korrigáltunk, és hát végül is egy összetartó társulatot nem nehéz már ugye újból nekiindítani és csinálni ezt az egészet. Csatlakoztak hozzánk fiatalok, azokat kellett egy kicsit megtanítani, hogy mit, hogyan kezdjünk, csináljuk, és akkor hát ment ez magától. Több előkészülő megbeszélés volt, és hát ott próbáltuk egybehozni a véleményeket. Hogyan néz ki ennek a másfél napnak a programja, mert hogyha jól tudom, van egy előkészület, itt ma van az aratás, és egész estig tart a dolog ilyenkor. Igen, tegnap este kezdtük egy kaszakalapálással, kötélkészítéssel, és egy nagyon finom parasztvacsorával, ami állt szalonnából, kolbászból, tehát a hideg ételekből, és fröccsel persze természetesen kísérték. Ez úgy olyan 10 óráig tartott az este, akkor hazamentünk, és reggel már pálinka osztással 7:30-kor kezdtük fent a Szent István házba. Onnét indultunk ki ide a helyszínre, itt megterítettek az asszonyok, reggeliztünk, és utána pedig nekiálltunk az aratásnak. Esti program? A délután lesz, még vagyis ebédkor ebédre megyünk be a Szent István házba ismét. A Szent István házba főzik már a bent lévő asszonyok, akik nem tudtak kijönni, a kakaspörköltet, 40 kg kakasból, és utána pedig lesz délután egy szentmise, ami 5 órakor kezdődik, és este pedig a megérdemelt munkának a gyümölcseként ugye a bál, a hagyományos aratóbál. Az aratókat mindig az első kaszás vezeti, ő diktálja az iramot, ezért általában ő a legtapasztaltabb és legügyesebb. Az első kaszás elindul, szépen megy sorba, és a lényeg az aratásnak, nem kell körbe kaszálni, a füvet, lóhereket, vezet a kormány, körbe kell kaszálni, így körbe. Aratásnál mindig így kör, kifele kaszálni. Azért, hogy szépen szekügyön a lekaszált termény, hogy a marokszének könnyebb legyen szedni. Ne legyen nagyon kuszát, mert a kiszállt akkor csúnya is, meg hát marokszövő szenved, aki utána szedje a marokszat. 54 óta kaszálok, ezek lesz 54 óta. Hát rendszeresen, géppel, kézzel, mindenhogyan. Mekkora fizikai megterhelés? Mennyit veszik kalapot megenni, megjött a fizikai megterhelés attól függ, a kaszát irányítani kell. És úgy kell beállítani, hogy könnyen lehessen vele kaszálni. Ha nincs jól beállítva a kasza, akkor az ember megszakad, 2-3 lépésen kifekszik. De ha be van állítva, akkor lehet 2 ujja kaszálni, akkor szalad magától a kasza. Mit értünk ezzel a beállítással? Hát ez, hogy a nagyság. Hát így kell beállítani a kaszát, ide kell tenni egy hónalá, és itt a távolságot nézzük, hogy körbe így menjen, mint a körír. Úgy kell beállítani, akkor ember nagysághoz függően. És akkor szép, könnyedén szalad. És a köszörülésnél is nagyon, kalapálásnál is, egy kicsit fölfele kell húzni az élit, köszörülést így fölfele, fűnék, lefele kell nyomni az élit, akkor megy könnyűen a kaszát. Úgy tudom, hogy volt egy kis kurzus a kaszásokat, tehát a fiatalabb generációt megtanították. Volt tudom, hogy volt olyan, aki nem kaszált még, nem ismeri az aratásnak, hogy volt élet, és önök ismertették meg. Igen, fölvett, szóval teljes mértékben így van ez a dolog.
akik mondjuk nem voltak ezekkel a dolgokkal tisztában, azokkal nem a nagy plénikus nyilvánosság előtt betették fel ezeket a dolgokat. A tavalyi évben, amikor a kötélnek megfelel, vagy a kötélnek való buza lett kaszálva, akkor többen jelentkeztek, hogy hadd menjek el én, hadd menjek el én. Legalábbis hát hadd nézzem meg, hogy tudok-e egyáltalán még kaszálni. Hát ez természetesen ugyan, mint a kerékpározás, ezt elfelejteni nem lehet. De az új emberek, hát azok ott szerezték meg a megfelelő alapképzést, és hát bemertek állni a következő napon folyó kaszálásba. Engedj vissza, hogy csak úgy takardjuk, így takardj vissza, úgy. Még egy csöppet magos a hegyen. Hegyen magos egy kicsit. Takaró az vissza, amíg kiengeded, akkor visszaráncsa, tudod? Azért kuszálsz. Vagy vágj belőle egy 5 centit. Mi van abban a pohárban? Hú, jó hideg fröccsöt hozott a báró úr. Ezt meg kell kóstolni ilyenkor, mert az aratokra kell a jó hideg fröccs. Ízzadunk, akkor valamivel kell hűteni magunkat. Ahogy én itt körbenéztem, úgy láttam, hogy a kaszások a fiatalabb generációját képviseli. Kitől tanulta? Kapott-e valami oktatást? Édesapámtól tanultam én. Mi Kakasdról származunk, ide költöztünk be Szekszárdra. És ott Kakasdon tanultam meg kaszálni, meg szüleimtől láttam ezt a dolgokat. Elég sok energia kell a kaszához, úgyhogy kell jó szalonna, sonka, kolbász, hogy bírja az ember az iramot. A kemény munkával elvesztegetett energiát pótolni kell. A vízhordó lányok friss vizet visznek a szomjazó munkásoknak. Gyere, picukám, töltsé nekem! Jó, köszönjük. Kedves egészséget. De nem csak víz gurul le ilyenkor a torkokon, díszes bugykosban fröccsöt is kínálnak az aratóknak. Ez úgy hívják csobolyó, ebből szokták vinni, így az jó hidegen tartja az italt. Aztán mondom, hozok mindenkinek egy kicsi üssőt. És mi van benne, vörösbor vagy fehér? Vörösbor, szekszárdi vörösbor, nagyon kevés szóda van benne. És akkor ez a frissítő. És akkor ez a frissítő. A kaszás után a kötéltelítőjé, majd a marokszedőjé a főszerep. Gyertél bele a kötélbe a fülbe. Kötéltelítő, ez a kötelet, amit tegnap este elkészíthettünk a Szent Istvánházba, ezt így meg kell fogni, kiteríteni, és akkor a marokszedő rakja bele a markot, és akkor a kévelkötő meg köti össze. Az asszonyok sem pihenhetnek aratáskor, hiszen volt ennivaló bőven. Egy kis jóízű nótára azonban mindig maradt idő. Aranyos a madár szárja, csipkés a lányok szoknyája, de nem minden lányi, se csak az én rózsámi. Ezután következhet a kepekötés. Most, amit összeszedtünk kévébe, azokat kötözzük be, és rakjuk össze így a kepébe. Ennek van valami szabálya? Igen, mert hát ezt nem lehet így hagyni, ha megtalál gyűnni eső vagy valami, akkor erről adagadunk. Menjünk a következő ilyen kupac búzához, és mutassa meg, legyen szíves a technikát, jó? Alatta van, terít le a kötél. Igen. A kötél terít, és akkor ezt így megfogjuk, átérben összehúzzuk, megcsavarjuk, és akkor így alá. És ez rögzíti. És ez rögzíti össze. Így nagyon szeretem. És azért kell megfordítani, hogy ne száradjon ki. Mert hogyha így a napot kifárad, és akkor széjjel bomlik. És akkor azért szoktuk így megfordítani. Nagyon jó. Az aratókhoz időközben megérkezett a báró és felesége, akik azért jöttek, hogy leellenőrizzék, rendben haladnak-e a munkák. Amikor ősszel a rendes megmunkált földbe, ezt apró buzaszem mellett vetve, a Jóistenek az áldását kérjük azzal, hogy ebből az apró szemből bő termést adjon nekünk. Hála Isten, ez bekövetkezett. Kívánom azt a Jóistenek az áldását, hogy jövőre is ugyanezzel a szép számmal ilyen vég van,
ilyen kedvesen legyünk, és mindenkinek kérem szépen, ebből a buzával kérem szépen, lisztformával, mindenkinek jusson az asztalára. A bárót a hagyományoknak megfelelően az aratok meghívták ebédre. A nagyságát meg a báró urat meghívjuk ebédre. Jöjjenek hozzánk ebédelni. Elfogadják, ugye? Elfogadják elfogadják a meghívást. Igen. És köszönjük szépen a látogatást. Nagyon szépen két óra fele. És további jó egészséget kívánunk a nagyságos asszonynak, meg a nagyságos úrnak is. Jó egészséget! Aztán ismét folytatódhatott a munka. Ahogy az aratok haladtak előre, a kévékből elkezdik a kereszteket rakni, aminek szigorú szabályai vannak. Kettő kévét szembe fordítani a fejébe, és aztán a körödbe rakni rájuk mindig. A 4-3-12 és egy a teteje, ami lezárja. Papkévének szokták nevezni. Miért kellett keresztbe rakni? Mi a funkciója? Hát önbe, hogy a fejeket védje az esőtől, mert ugye most mindegyik úgynak, hogy a fejeket takarja egyik a másikat, és ez, ami a tetejre rámegy, ezen folyik le. Mennyi ideig állt régen, amíg még ugye, hát mert gondolom az a funkció, hogy ez kimaradt több napig is, mennyi idő, amíg kim volt? Hát az attól függ, ugye a szíriba, hogy lehet egy hordani, kinek milyen lehetősége volt. Volt, aki egy hónapig is kint tartotta, de volt, aki már másnap betakarodott a szíribe. Mikor a szűrű helyeket kijelölték, akkor már hordták oda a lovaskocsiba. Akkor nem ment ilyen gyorsan az aratás, mert akkor 3 hétig is elhúzódott. A keresztek felállítása után az asszonyok dolga a gerebjézés. Ez a befejezője az aratásnak, amit széthagytak a marokszedők, azt mi összegerebjézzük, behúzzák, egy sarlóval összeszedi egy asszony utánunk be a keresztek mellé, és ezt is ugyanúgy ki tudják csépelni, mint a kévébe kötött gabonát. Volt olyan annak idején, hogy az arató emberek, akik hát magángazdálkodók voltak, kijöttek kocsikkal, fölrakták a kocsira, aki sok baromfit tartott otthon, libát, kacsát, tyúkokat, bedobták a tyúkudvarba, ott kiverték, kiszedték maguknak a búzát, kiverték a kalászból, megették a szénát, vagy milyen, nem a szénát, a szalmát meg betették a tyúkok alá az óba. A jól végzett munka után következhetett egy kis levezető nótázás. Tejhaj rétesette, megégette a szál. Gyertek ide már! Már se veri az én kedves babámat, már se veri máska ső az ölébe. Tejhaj máska csinka, kiállt a szép szemébe. Máska csinka, máska kül az ölébe. Tejhaj máska csinka, találgattak szemébe. Eközben a Szent István házban készült a kakaspörkölt. A szakács évek óta Taksonyi József, így ő igazán tudja, mi kell az aratoknak a fárasztó munka után. Hány főre készül a kakaspörkölt? Hát körülbelül 80-100 fő lesz. Akik kint voltak az aratok napon, ők. Én úgy tudom, hogy évek óta ön készíti a kakast, tehát meg vannak elégedve a minőséggel, hogyan készül? Hát ez pont egyszerűen, mint valamikor öreganyáink csinálták. Hagyma, paprika, só, és a természetesen a jó kakas, a hús. Amennyire én értek a főzéshez, azt mondják, hogy a kakast azt azért egy kicsit oda kell figyelni, mert lehet, hogy az vén. Vagy a tyúkoknál szokták ezt mondani, melyiknél? A kakasnál is, de ezt tudjuk, hogy milyen öreg volt, tehát így álltunk neki a főzésnek. Mennyire idő kell neki, hogy ez megfogulja? Ennek a fiatal kakasnak körülbelül 2 óra. Értem, és az előbb szó volt róla, hogy a fülétől a farkáig minden belekerül. Mik a legnemesebb részek, amik benne hát vannak? Aki mit szeret, combja, mellehúsa, csontosa, mindegy kapott, mikor ki mit szeret. Kerestem egy tökét, de nem találok. Azt szerettem volna. Hát akkor a legnagyobb része is belekerül. Igen, minden belekerül. Mindenben van. Minden. Mit tesznek hozzá? A csipetként, igen. Esetleg kenyeret? Esetleg valaki még a kenyeret akar hozzájön. Azt is meg kell kérdeznem, hogy is mit isznek hozzá? Hát ez természetesen csak vörös volt. Van, aki fejére is. Az asszonyok egy része a konyhában készíti a köretet, ami minden évben csipetke. 1 kiló liszt, 10 darab tojás kell.
viszont jó keményen összegyúrni, utána akkor gépen elsodorjuk, és akkor csipkedjük. Tehát rugalmas legyen a tészta, jó csipkedésre. Úgy tudom, hogy a csipkedésnek külön technikája van, mielőtt kipróbálnám, mondja el, hogy hogyan kell, és akkor utána megpróbálom én hát is. Aranyos, hát ezt meg kell próbálni, kézbe kell fogni a tésztát, és és mitől lesz szép? Apró legyen, nagyobb? Ez különböző, ki hogyan tudja, van aki aprón, van aki nagyobban, ez különböző. Amány kézre annyi folyta. Én úgy tudom, hogy van, akinek az nagyon gyorsan tud menni. Aki jobban gyakorolta, az a gyorsabb. Értem. Tehát én aranyos, minden nap főzök 7-8 emberre, úgyhogy nekem ezt tudni kell, még csinálni kell. Aratni nem tudok, de a csipetke készítést én is kipróbáltam. Tapasztalatból mondhatom, hogy valóban a gyakorlat teszi a mestert. Számít, hogy valaki balkezes vagy jobbkezes? Hát szerintem, hát nem tudom ki, hogy... Akinek a balkeze, a balkezes. Hát gondolom, hogy a balkezes. Mennyire szigorúak a férfiak, tehát ki fogják szúrni az én nagyobb csipetkét? De, hogy nem. Szerintem nem. És hány kiló lisztból készül az összes? Mert azt mondta, hogy egy adaghoz 1 kilomogra. Igen, ez 6 kiló, 7 kiló. 6 kilóból kínálunk, igen. Nem is látszik meg, hogy melyik volt a döné, úgyhogy összekeverjük is. Ugye? Azt hihetjük, hogy a csipetke készítés nem is olyan nehéz, de ha az ember egész nap ezt csinálja, más a véleménye. 9 óra óta csipkennek legyen. Igen. És megállás nélkül folyamatosan. És ezek után nincs más hátra, mint a csipetkét beleönteni a forró vízbe. Mire minden elkészült, az aratok is megérkeztek a Szent István házba. Ilyenkor már nincs más dolguk, mint bőségesen belakvározni az ebédből.